Szokások, rituálék mindenki életében vannak. Ezektől időnként akarva, akaratlanul el kell térni. Viszont ez nem okoz belső feszültséget. A kényszeres cselekvésektől való eltérés azonban igen. Hogyha ez naponta egy óránál többet vesz igénybe és fájdalmat okoz, akkor már betegségről beszélünk. Ezek a kényszercselekvések általában valamilyen negatív gondolat elnyomására szolgálnak. Hogyha például vagyok egy olyan szituációban, amiben nagyon nem érzem jól magam, és akkor arra megjelennek különböző indulati tartalmaim, hogy legszívesebben oda mennék a főnökömhöz és felpofoznám, de ugye ezt nem tudom megélni, tehát nem engedhetem meg magamnak, hogy én ilyen negatív érzéseket éljek meg, emiatt átfordítom, és mondjuk azzal foglalom le a gondolataimat, hogy egész nap pakolgatok és rendezgetek az íróasztalomon, hogy ott mindig nagyon tökéletes rend legyen. Tehát ez egy ilyen nagyon furcsa példája a kényszernek, de hogy körülbelül a dinamikája az ez, hogy valamilyen elviselhetetlen gondolattartalom hatására megjelenik valamilyen kényszercselekvés. Ez nem mindig ilyen egyszerű módon levezethető. Tehát sokszor terápiával kell utána menni, hogy vajon mi az a mögöttes gondolat, ami miatt megjelent ez a kényszeres cselekedet. Ezek a cselekvések lehetnek viccesek, mint az, hogy a zebrán csak a fehér csíkra lép valaki. A kényszeres takarítás azonban komoly szexuális problémára utalhat. Sok irodai dolgozónál jelentkezik a billentyűzet kényszeres törölgetése és az eszközök rendezgetése. A legtöbb ember pedig már biztosan találkozott a megbizonyosodási kényszerre, amikor százszor is meg kell győződni arról, hogy valóban bezártuk-e az autót például. Az igazi kényszerbetegeknek ezek a fajta cselekvések nem okoznak örömet. Tehát ez már ilyen fájdalmassá válik, hogy 25-ször vissza kell mennem megnézni az ajtót, hogy becsuktam-e, és még mindig nem vagyok benne biztos, hogy ténylegesen becsuktam-e az ajtót, ez nem okoz örömet. Tehát ebből, hogy ezek a gondolatok és cselekvések én idegenek számunkra, tehát hogy nem egyeztethető össze magunkkal, mi észre tudjuk venni, de nagyon sokszor a külvilág veszi észre azt, hogy már nem egészséges mértékben, tehát akár olyan szélsőség is elmehet, hogy mondjuk már a állandó kézmosás miatt a bőr teljesen kirepedezetté, szárazzá és akár ilyen véressé is tud válni. Akkor már érdemes szakemberhez fordulni. Sokan rendszeresen tördelik az ujjaikat. Ennek a különböző kutatások eredményei alapján nincs egészségre káros hatása, csupán a környezetünket zavarhatja a ropogó hang. Ez az ízületeket mozgató folyadékban lévő buborékok kipukkanásának hangja.